Sokszor beszélünk itt az Egyenes Beszédben az egészségügyről, annak helyzetéről. Most megkönnyítette a Publikus Intézet a dolgomat, mert hogy konkrét adatokra tudok hivatkozni a beszélgetésben, a megkérdezettek véleményére. Hulai András a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Hát gondolom, azt ma megkérdezni egy magyar állampolgárt, hogy megvan-e elégedve az egészségügy helyzetével, ezt szerintem 20 évvel ezelőtt is hajfeltették volna, minimum húzta volna a megkérdezett a száját, hogy hát, és valószínű, hogy 20 év múlva is ez lesz, nem mintha örülnék ennek. Milyen általános képet kaptak a válaszadóktól? Az, hogy 20 évvel ezelőtt így volt, abban szinte biztos vagyok. Az, hogy 20 év múlva is így lesz, azt nem tudom, de ez ugye nagyon erősen múlik attól, hogy a politikai elit hogyan teljesít, mint ahogy egyébként az várják is a választók a politikától, hiszen legtöbben azt mondták, hogy a politika okolható azért, mert így alakultak a dolgok az egészségügyben. Magától nem fog beszerezni a kormány, mi magunktól nem fizetünk TB járulékot, tehát hogy ennek a pénzek befolyásának, elosztásának, fejlesztésnek a politika, mindenkori politikai vezetéshez köze van, ezt jól gondoljuk, így gondoljuk? Igen, ezt elég pontosan gondoljuk, és azt is pontosan gondoljuk, hogy nagyon komoly a kormánynak a felelőssége ebben a kérdésben, sőt, még az előző kormánynak a felelőssége is elég magasan felmerül. Ők voltak a második, az előző kormányok vannak a második helyen egyébként ebben a kimutatásban. Nézzük az elégedettségi mutatókat. Nézzük az elégedettségét. Így van. Hát az embereknek a kétharmada elégedetlen jelen pillanatban, ez pontosan 66%. Tehát a sötét zöld, a nagyon sötét méreg zöldet látják önök. 34% a válaszadóknak azt mondja, hogy egyáltalán nem elégedett az állami egészségügyi rendszerben tapasztalt állapotokkal. Azt inkább nem elégedett, az is nagyon sok. Az is elég magas. Így van, nincsen ebben érdemi változás egyébként az elmúlt időszakhoz képest. Ami nagyon érdekes, szerintem az a következő ábra. De várjál, mindjárt azt is nézzük, de ez a inkább elégedett 23%, ez pedig elég magas ahhoz képest, hogy milyen sokat szídjuk az egészségügyet. Azt gondolom, hogy történtek pontszerű változások az egészségügy fejlesztésében, és azt hiszem a szavazók vagy a választók azok ezeket érzékelik, ezeket a pontszerű változásokat akkor, amikor így nyilatkoznak. Na itt van az önök ábrája, amit ugye a vasárnapi híreknek készítettek, ezt a felmérést, hogy látja elsősorban ki vagy mi a felelős az egészségügy jelenlegi állapotáért. Ahogy mondta, a kormányt nevezték meg a megkérdezettek. Egyértelműen nagy százalékban. Minden második megkérdezett azt mondta, hogy a kormány felelős, illetve még egy 13% nyelv azt mondta, hogy előző kormányok, vagy az előző kormánynak valamelyik pártja is felelős. Ez egy egészen kiugró arány, az, hogy a politikát ilyen mértékben teszik felelőssé a választópolgárok. Egyébként érdekes, a politika ezért tett is. Az biztos. Azt nézem, hogy a pénzhiány 7%, tehát én mondjuk azt gondoltam volna, hogyha lehet választani, akkor a választóknak sokkal magasabb aránya mondja azt, hogy az egészségügy legnagyobb baja az a pénz, a nincstelenség, tehát a pénzhiány. A választók szemében ez egy következmény, és a választók úgy gondolják, ami igaz, és a választók úgy gondolják, hogy a politika felelős azért, hogy így alakulnak a dolgok. Egyébként tényleg így alakulnak a dolgok, mert az elmúlt hát 20-25 évben, tehát 90 óta lényegében folyamatosan csökken az egészségre fordított GDP arányos összeg, és az egyfőre jutó összeg is, mindeközben pedig párhuzamosan növekszik a magánhozzájárulásoknak az aránya. A magánhozzájárulások aránya az szinte a legmagasabb az Európai Unióban, és az állam által az egészségügyre folyamatott összeg pedig szinte a legalacsonyabb az Európai Unióban. Hát ez nagyon sokat mond ez az ábrájuk, ez a ön vagy közeli családtag az utóbbi néhány évben fizetette hálapénzt orvosnak vagy nővérnek, hát ez az, amiről tényleg az egészségügy kapcsán azonnal szoktunk beszélni. Iskolai végzettség szerint is osztották, hogy ki ez, aki fizet, ki ez, aki nem. Így van. Azt látjuk, hogy mind az egészségügyi rendszerre való elégedetlenség, mind a hálapénz fizetése, illetve mind a magán egészségügynek az igénybevétele esetében a legmagasabb arány az a diplomásoknál és az érettségizetteknél, tehát a magasabban iskolázottaknál van, és az alacsonyabb arány pedig az alacsonyabban képzetteknél, tehát a 8 általános, illetve a szakmunkást végzeteknél. Viszont az nagyon fontos észrevenni, és az általában jellemző a kutatásra,
hogy meglehetősen hasonlóan ítélik meg a különböző pártok támogatói ezt a kérdést, ami egyébként szokatlan, mert azért ez meg szokta osztani. Abszolút a válaszokat, megszokta, igen. Így van. Ez egy politikában nagyon erősen átutatott kérdés, és mégis nagyon hasonlóan gondolkodik róla Fideszes, MSZP és Jobbikos bizonytalan. Hát én erre azt a magyarázatot szoktam adni, aztán kutatóként nem kell, hogy elfogadja, meg senki nem kell, hogy elfogadja, hogy vannak olyan dolgok, amiről persze most a kvóta rendszerről, ha megkérdeznek, akkor nekem azért nincs olyan személyes élményem és tapasztalatom, hogy mi lenne jó az Európai Unió jövőjét illetően, tudásom nincs ehhez. De bocsánat, de az, hogy bemegyek egy orvosi rendelőbe, és ott hány órát kell várnom, vagy ha ne adj Isten kórházba kerülök, ott mi történik velem, hát ezek már abszolút élményszerű, megélt, átélt konkrét tapasztalatok. Erről szerintem sokkal konkrétabban tud az ember véleményt formálni. Bocsánat, és aztán térjünk rá, tehát ugye ez az én vélemény, és térjünk rá a vizitdíjra is, arra kíváncsiak, hogy mit kérdeztek. Azt kérdeztük meg, hogy megszavaznának egy vizitdíjat, egy 300, vagy fizetnének egy vizitdíjat a válasz adók, egy 300 fontos vízidíjat, azt, amit egyébként 2008-ban népszavazáson eltasítottak, és azt a nem tudom, meglepő, az előző adatok tükrében talán annyira nem meglepő, de összességében meglepő választották az emberek, hogy 63%-ban, hogy fizetnének, és ugyan már mondtam azt, de most újra meg kell ismételnem, hogy ugyanezt gondolja erről az MSZP és a Fideszes, a Jobbikos és a bizonytalan is. De ezért mondtam, hogy amiről van tapasztalatunk, ott nem tud a politika minket befolyásolni. Tehát lehet, hogyha én Tud azért. Tud valamennyire, de nem annyira, tehát maradok a kvóta rendszernél. Tehát, hogyha nekem kedvesebb a Fidesz álláspontja, akkor valószínűleg azt fogom mondani, hogy igazuk van, ez a kvóta rendszer, nem tudom pontosan, hogy működött, de ne jöjjenek ide a menekültek. Ha ellenzéki szavazó vagyok, hát ez az Orbán a menekülteknek se segítene, hát akkor legyen kvóta rendszer. De amikor valaki megkérdezi tőlem, hogy akarok akár 300 forintot fizetni azért, hogy kicsit jobb legyen az ellátás, akkor azt mondja, mit érdekel, mit mond az Orbán vagy a Gyurcsány, akarok, inkább fizetek, csak valami történjen már az egészségügyben, nem? Így van, teszem hozzá, ez nem volt mindig így, mert ugye 80%-os elutasítottsága volt a vizitdíjnak 2008-ban, és az állapotok ezek szerint annyit változtak és annyit romlottak, hogy most már a választók ezt a 300 forintos vizitdíjat is bevállalnak, amit egyébként korábban nem. Hát nagyon nem, egy népszavazáson mondták, hogy nem. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én és elmondta ezeket az eredményeket, adatokat.